Mindenkit meglepett az elnök vezérigazgató bejelentése. Tőke László egy hétfői céges értekezleten beszélt először arról kollégáinak, hogy szeptembertől nyugdíjba vonul. Bár 2022 tavaszáig szólt a mandátuma, most mégis úgy döntött, távozik a társaság éléről. Az ok nem egészségügyi, és nem is a néhány héttel ezelőtti nagy vihar utáni káosz áll a háttérben. Nem lehet elmenni szó nélkül az elmúlt időszaknak az özönvízszerű hirtelen jött nagy esőzésén, amikor szinte fél óra alatt leesett egy havi vízmennyiség, vagy talán két havi, több mint 150 mm. Hát ezek átmenetileg vízborítást okoztak néhány győri utcában, de azt gondolom, hogy a csatornarendszer nagyon könnyen, rövid egy óra alatt megbirkózott az egésszel, annak ellenére, hogy nem ilyen kapacitásokra van ez méretezve. Úgyhogy minden találgatást megelőzve nem ez az oka a visszavonulásomnak. Se szakmai, se egészségügyi probléma nem áll a háttérben. Ez egy személyes döntés volt a részemről, és én örülök annak, hogy ebbe a legnagyobb tulajdonos Győr polgármestere partner volt, és megértette ezt, és elfogadta. Néhány esztendőt leszámítva tulajdonképpen az egész pályafutását a Pannonvíznél töltötte a szakember, aki elmondása szerint most jó szívvel adja át a helyét. Az elmúlt 13 évben sikerült gazdaságilag stabilizálni a céget, ahol kiváló munkatársakkal dolgozhatott együtt. A Pannonvíz jelenleg ma az ország egyik legjobban minősíthető víziközműszolgáltatója, jó anyagi bázissal rendelkezik. Nyilván emögött a mutató mögött nagyon sok napi úgymond kecsölös munka van, és még ennek ellenére is elég vékony az a jég, amin járni kell, de eddig el tudtunk ezzel járni, és azt gondolom, hogy olyan állapotban van a társaság, hogy a jövőben is meg tudja állni a helyét ezen a vékony jégen. Bár szeptember 1-ével elvileg nyugdíjba vonul Tőke László, azt mondja, csak egy hónapot pihen majd, utána szeretne még dolgozni. Már is több lehetőség körvonalazódott a jövőjével kapcsolatban. Nincs kertem, és nem szeretek horgászni. Tehát ez a kettő biztos, hogy kimarad az életemből. Én azt abban maradtam magammal, meg a családommal is, hogy szeptemberben én úgymond elmegyek szabadságra, és minden utána következő tevékenység az majd október 1-től kezdődik. Van egy-két lehetőség, ami már szóba került, és én azt gondolom, hogy ha ez meg tud valósulni, akkor egyrészt nem kerülök messze a mostani pályámtól se, tehát a szakmától, másrészt pedig talán még hasznára lehetek a köznek és az itteni fogyasztóknak. Tőke László lehetséges utódját már keresik, az új vezér személyéről információink szerint a Pannonvíz augusztus 27-i rendkívüli közgyűlésén születhet majd döntés.